A tél is ünneplőbe öltözött a felújított Tóvárosi bölcsöde átadójára. A felújításra már nagy szükség volt, hiszen az 1973-ban épült intézmény 2011-re már balesetveszélyes volt, ugyanis nem lehetett tudni, hogy mi van a bölcsöde padlója alatt. A bölcsödének bizonyos részei elkezdtek süllyedni, helyenként 7-8 cm-t is, és a statikai vizsgálat eredménye is azt igazolta, hogy mindenképpen szüksége van a felújításra. A gyerekeket a felújítás ideje alatt a hármas számú bölcsödében helyezték el. Új aljzat, hőszigetett homlokzati nyílászárók, alacsony fogyasztású modern világítótestek és új vizes blokkok is kerültek a felújított bölcsödébe. Hatékonyabbá válik az energia felhasználása is az épületnek, hiszen a hőveszteség csökkentése miatt a modern kor elemeinek megfelelően szigetelték a tetőt és az épületet is. Pontos kimutatásokat nyilván ezt majd a jövőben a gázszámában lehet megmutatni, de megfelelő üzemeltetés, mert a gázszámla akár a 60%-ára is visszaesett. A beruházás összesen 70 millió forintból valósult meg, ami kizárólag önkormányzati saját erő. Nem tartalmaz sem Európai Uniós, sem pedig állami támogatást. Mint az átadón elhangzott, igazi összefogás eredménye a megújult bölcsöde, hiszen önkormányzati forrásból, helyi kivitelezők bevonásával a fehérvári gyermekeket szolgáló intézmény újult meg. Fehérvári vállalkozók valósították meg, a fehérvári bölcsödék fogadták be addig ideiglenesen a bölcsöde munkatársait, illetve a gyermekeket. Fehérvári szülők és a fehérvári gondozónők voltak azok, akik decemberben mindent megtettek annak érdekében, hogy januárban a gyermekek visszajöhessenek. Összesen egyébként 80 gyerek jár a Tóvárosi bölcsödébe, akik szemmel láthatóan nagy örömmel vették birtokba a megújult épületet.